Ma Magyarországon több ezer embernek kell az éjszakáit úgy tölteni, mint ahogy most egy pár percet el fogtok tölteni. Én Erdős Iván vagyok, és a 8. körben élek, és én a Zinkvinnel népszavazás másnapján szégyenemben és elkeseredésemben írtam egy verset, amit most tesztáig kérésének eleget téve szeretnék felolvasni. Az a cím, hogy van egy ország. Van egy ország, ahol lakom, semmi ágán lógó plakon, van egy város, ahol élek, ahány test épp, annyi lélek, ahány lélek, annyi lom is, utcára tett irgalom is, itt egy kis ágy, jaj, de édi, ott egy ülve alvó dédi, kivelezett öreg szekrény, arcokat befutó repkény, bontott ajtó kilincs nélkül, földön futók bilincs nélkül, állaposztos, mint a nátszál, bokáig lerohadt lábszál, itt egy szép könyv, ott egy labda, ez még borde, ez már abda, nem az összes, csak a nagyja, aki tűri, aki hagyja, aki tűrte, aki hagyta, nem az összes, csak a nagyja, vasárnap volt, ahogy mindig, felöltöztek, ahogy illik, csupa dolgos, derék polgár, egy se ruszin, egy se bolgár, olyan szépek, hogy az csuhaj, egyik bérlő, másik tulaj, kitűnőre szerepeltek, álmukban sem szemeteltek, nem engedték hosszú lére, elindultak a misére, kukákat se borogattak, kutyákat se kurogattak, mise után leszavaztak, bezabáltak, be is basztak, pöri voltán Isler is, jól lakott az Isten is, nem az összes, csak a nagyja, aki tűrte, aki hagyta, aki tűri, aki hagyja, nem az összes, csak a nagyja, rajtam is múlt, rajtam múlt, tegnap kezdődött a múlt, elkezdődött, vége van, borzalom és béke van, semmi ágán lógó flakon, van egy ország, ahol lakom, nevez nevém, szolgált vakon, ma még bölcső, ma már vagom. Szeretettel üdvözlök mindenkit, nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek, és sokat jelent nekünk, hogy ennyi embert kell a hajdanok emberi méltóságáért és jogaiért. Az én nevem Papp Csaba, jó magam a hajléktalan, hajléktalan vagyok, a város minden két csoport tagja. Én is megtapasztaltam azt, hogy milyen az, amikor a hajléktalanság miatt az embert kirekesztik, üldözik. És tulajdonképpen a mindennapi túlélésért. Azért vagyunk most itt, mert az országgyűlés ma tárgyalja a szabálysértés törvény módosítását, aminek a lényege az, hogy börtönbe lehessen zárni azt, aki az utcán alszik. Ha a parlament elfogadja a javaslatot, akkor a hajléktalanok elleni hajtóvadászatot országos szintre emelik. Mára kitiltottak minket a belvárosból, fővárosi aluljárókból, az erdőkből, és a Józsefvárosból is. Az országból is ki akarnak minket tiltani. Hova mennek ügyünk tovább? Legfontosabb kérdés az, miért bűn az, ha valakinek nincs lakhatása. Vagy másképpen fogalmazva, kinek a bűne az, hogy ma ilyen sok embernek nincs emberhez méltó lakhatása, és a tömegek kénytelenek kelletlen az utcán pihenni. A válasz számunkra egyértelmű. A tömeges hajléktalanság vagyis azért, hogy ma több tízezer ember kénytelen elfogadhatatlan és emberhez nem méltó körülmények között élni, elsősorban a mindenkori kormány felelőssége. Nem az ország legszegényebb és legkiszolgáltatottabb állampolgárai, hanem azok, akiknek az elmúlt évtizedekben lehetősége lett volna felelős és közérdeket szolgáló döntéseket hozni. De akik elherdálták a szociális bérlakásokat és a gazdagok lakhatását támogatták. És felesleges látszatintézkedésekre költötték a közösség pénzét. Pintér Sándor belügyminiszter, Talós István főpolgármester és Kocsis Máté józsefvárosi polgármester által képviselt hajtalan ellenes politika durva, megalázó és emberellenes. Ezek a politikusok még egyetlen érdemi javaslattal sem álltak elő a tömeges hajtalanság megszüntetésére vagy megelőzésére. Ezért tartjuk elkeserítőnek és végtelenül cinikusnak, hogy a Fidesz
Kocsis Máté nevezte ki a hajléktalanügyi referensnek. Ezzel ugyanis egyértelművé vált, hogy a jelenlegi kormányzat számára nem a felelős lakhatás és szociális politika, hanem a kényszer és az erőszak jelenti a hajléktalanság megoldását. Egy olyan ember fogja meghatározni a kormányt, hajléktalanügyi politikáját, akinek egyetlen dolog jut az eszébe akkor, amikor hajléktalan emberre gondol, börtönbe veli. Pedig egy olyan egy dologban biztosak lehetünk. A hajléktalanság nem rendészeti probléma, hanem a szélsőséges szegénység egyik formája. A szegénység megoldásához pedig érdemi javaslatokra lenne szükség, és arra, hogy a kormány ne csak jómódúak, de a szegény emberek lakhatását is támogassa. Ma Magyarországon válság van, ezért Kocsis Máté és társai bűnbakot keresnek, és úgy tűnik, hogy a legkönnyebb célpontot a hajléktalan embereket találták meg. Pedig Kocsis Máténak és képviselőtársaiknak hatalmában állnak, hogy olyan törvényeket hozzanak, melyek megelőzik és hosszú távon felszámolják a hajléktalanságot. Ők mégsem ezt teszik. Inkább minden eszközt felhasználnak, hogy megfélemlítsék és eltüntessék a hajléktalan embereket az utcán becsukhassák a szemüket, és soha többé ne kelljen szélsőséges szegénység és lakhatási problémával foglalkozni. Ma több mint 5000 ember írta alá a petíciót, amiben ez előterjesztés visszavonását kértük. Köztük van például Berge Zsuzsa szociológus, Karapián Orsi a költőnő, és Asser Tamás rendező is. Ma pedig nagyon sokan gondoltátok úgy, hogy kiálltok mellett. Ez nagyon erős üzenet számunkra. Mindez azt jelenti, hogy már ti is felismertétek, a hajléktalan emberek üldözése nem kizárólag a hajléktalan emberek ügye. A hajléktalanság érdemi megoldását minden olyan állampolgárnak követni kell, akinek fontosak a szabadságjogok, az, hogy senkit se lehessen önkényesen megbélyegezni, elküldeni, kitiltani, és aki olyan országban akar élni, ahol senki nem lehet az utcára, nem szakítanak szét a családokat szegénységük miatt, senkit nem lehet önkényesen börtönbe zárni, ahol senkinek nem kell éhezni vagy megfagyni. A hajléktalan emberek nem kiváltságokat kérnek, mi csak annyit kérünk, hogy velünk is ugyanúgy bánjanak, mint minden más állampolgárral, és azt, hogy velünk is ugyanúgy, és azt, hogy elismerjék, mi is emberek vagyunk. Nem ingyen lakhatást kérünk, hanem olyan országos és felső szintű lakáspolitikát, ami minden embernek biztosítja a biztonságos, egészséges és megfizethető lakhatást. Szigeti Adrián vagyok, és valójában, ugye én a Város Mindenki Hajléktalan Érdekvédelmi Csoport hajléktalanságot megtapasztalt tagjának tartom magam, hiszen éltem annak idején utcán, hosszú éveket éltem bizony hajléktalan szállókon, de ma már albérletben lakom. Ennek ellenére van elég sok tapasztalatom a hajléktalansággal kapcsolatban. Az érzéketlen emberek mindig azzal foglalkoznak, hogy valaki miért esett bele a gödörbe, és nem azzal, hogy miképpen segíthetnénk neki kimászni. Jól néznénk ki, ha egy tűzoltó nem azzal foglalkozna, hogy eloltsa a tüzet, az égőházat, hanem hogy letorpolja a lakókat a tűz miatt. Vagy ha egy autóbaleset áldozatait csak azután mentenék meg a kiérkező mentősök, hogy már kiderült, hogy ki volt a hibás. Persze a hajléktalanság esetében elég egyértelmű, ki volt a hibás. A hajléktalanság legalapvetőbb oka a szegénység, és így mindazok felelősek érte, akiknek lehetőségük lett volna rá, mert országgyűlési képviselők, miniszterek, polgármesterek, hogy hathatós intézkedéseket tegyenek a szegénység, a társadalmi kirekesztés és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében, de ezt nem tették meg. Eddigi kormány sem küzdött következetesen a szegénység ellen, és eddigi kormány sem vállalta fel a hajléktalanság ügyét. De az is igaz, hogy eddigi kormány sem támadt rá ilyen kegyetlenül a hajléktalan emberekre, mint a mostani.
A hajléktalanságot nem a hajléktalan emberek megbélyegzésével és üldözésével lehet megoldani. De még csak nem is a hajléktalan emberek tömegszállások a zsúfolásával. A hajléktalanságot olyan társadalompolitikai intézkedésekkel lehet megoldani, amelyek mindenki számára biztosítják az emberhez méltó lakhatás lehetőségét. A város minden két csoportban hajléktalan emberek és szövetségeseik küzdenek együtt egy igazságosabb társadalomért. Mi megteszünk mindent tőlünk telhetőt. Kampányt indítottunk a köztéri WC-kért a hajléktalan emberek méltósága és a tisztább, rendezettebb közterek érdekében. Összeállítottunk egy jogi kisokost az utcán élő emberek jogairól és kötelezettségeiről, és ingyenes jogi tanácsadást biztosítunk a hajléktalan embereknek. Rendszeresen tartunk tájékoztató fórumokat hajléktalan szállókon a hajléktalan emberek jogairól, a parlamenti és önkormányzati választásokon való részvétel módjáról és a hajléktalanságot büntető szabálysértésekről. Küzdünk a kirakoltatások ellen, ha lehet szép szóval, és ha ez nem segít, akkor polgári engedetlenséggel vállalva, hogy letartóztatnak és perbe fognak minket. Véleményeztük a pártok országos és budapesti választási programját, hogy azok mennyiben foglalkoznak a hajléktalansággal, egy kivételével nem nagyon. Részt vettünk a középtávú hajléktalanügyi stratégia véleményezésében, na ezt végül soha nem fogadta el a kormány. Voltunk tapasztalati szakértők a minisztériumban. Na a Balogh Gyulát rögvest kirúgták, amint szóvá tette, hogy a kormány nem tesz eleget. És rendszeresen felszólunk a fővárosi közgyűlésben és a parlament különböző bizottságaiban, no a bizottságokban ülő kormánypárti bábuk sohasem hallgattak ránk. De ingyenes angol és spanyol órát is szervezünk hajléktalan embereknek. És rendszeresen járunk középiskolákba is, hogy a hajléktalanságról beszélgessünk a diákokkal. A rengeteg aktivitás és rendezvény mellett a hajléktalanságot mégsem tudjuk megoldani. Ez olyan intézkedésekre van szükség, amelyekről csak a parlament tud dönteni, és olyan forrásokra van szükség, amik felett csak a kormány rendelkezik. A kormány feladata, hogy ne a szegények, hanem a szegénység ellen küzdjön. A foglalkoztatás bővítésével, tisztességes bérekkel és nyugdíjjal, a lakhatáshoz való jog alkotmányba foglalásával, a lakás fenntartási támogatás radikális emelésével és egy kiterjedt szociális bérlakás hálózat kialakításával és a hajléktalan ellátó intézmények fejlesztésével. A magyar állam 100 év alatt nem költ annyit lakás fenntartási támogatásra, mint amennyit az egykulcsos adó bevezetésével néhány év alatt odaad a gazdagoknak. Nem a pénz, hanem a politikai szándék hiányzik. A hajléktalanságot mégsem tudjuk megoldani. Ehhez olyan intézkedésekre van szükség, amelyekről csak a parlament tud dönteni, és olyan forrásokra van szükség, amik felett csak a kormány rendelkezik. A kormány feladata, hogy ne a szegények, hanem a szegénység ellen küzdjön. A foglalkoztatás bővítésével, tisztességes bérekkel és nyugdíjjal, a lakhatáshoz való jog alkotmányba foglalásával, a lakásfenntartási támogatás radikális emelésével, egy kiterjedt szociális bérlakás hálózat kialakításával és a hajléktalan ellátó intézmények fejlesztésével. A magyar állam 100 év alatt nem költ annyit lakásfenntartási támogatásra, mint amennyit az egykulcsos adó bevezetésével néhány év alatt odaad a gazdagoknak. Nem a pénz, hanem a politikai szándék hiányzik. A kormányt nem érdeklik a hajléktalan emberek, ez nyilvánvaló. De Kocsis Máté, Tarlós István, Pintér Sándor, Rogán Antal és a jogállam, a demokrácia és a szegények összes többi ellensége is tévednek, ha azt hiszik, hogy a társadalom többsége támogatja embertelen intézkedéseiket, vagy hogy mi hajléktalan emberek beletörődünk az elnyomásba. Lesz még Magyarország jobb, emberségesebb és igazságosabb hely, ahol senki sem kényszerül majd arra, hogy az utcán, aluljáróban, kapuaiban, erdőben vagy túlzsúfolt tömegszálláson éljen. A szolidaritás győzni fog az irítség és erőszak fel. És akkor Kocsis Máté és a szegények többi ellensége együtt a hajléktalan emberek üldözésével rossz emlék lesz csupán.
Köszönjük, hogy eljöttek a mai kihívásra.